tears on my pillow, wore my heart on my sleeve. You told me it's over, but I have to believe. There were tears on my pillow. Jobban nem tudsz róla. Stupi vagy anya! Roy, volt az? Meg lehet. Sikerült rá céloznom. De berohant az erdőbe. Akkor lelőhetted volna. Lehet, hogy Roy volt. Megorrolnál rám. Nem is hasonlítasz Harryre. Úgy gondolod? Nem ám. Te nem fogsz korán megkopaszodni. Akkor most várnom kell. Ameddig muszáj. Kutya arra pász szívrével. Nem fog sikerülni. Mi? Meg akarsz bújítani, hogy elmondja, mit olvastam. Hogy azt, Tévi? Csinálnék én ilyet? Bizonyám. De ha komolyan kíváncsi vagy rá. Igen. Kódolva volt. Mi? Ó, csak ennyit árulok el. Ezt nem tudhatja, míg meg nem kérdezi. Miért nem szólt még neki? Nem érném, hogy velem jönne Melbourne-be. Nem tudja meg, ha nem kérdezi. És nem nagy ügy, ha Terry nem akar menni. Ez csupán egy évre szól. Azt hittem, hasznosítaná a tudását. Szeretném. Úgy értem, valóban jó lenne. Ilyen nem sűrűn adódik az életben. Igazi mázni. Ez a nagy esélye meg. Ne dobja el magától. Nézze, tudom, hogy szereti őt. De ne hagyja, hogy a szerelem az útjába álljon. Micsoda műve? Ha nem is törődj vele. Biztosan rá akarja beszélni Meget arra a Melbourne-i állásra. Milyen állásra? Nem számít. Nem, hiszen idővel biztosan megszokja. Nekem akkor akartál szólni, amikor már becsomagoltál? Terry, egyelőre semmit sem döntöttem el. Persze, gondolom, akkor nekem nincs is beleszólásod. Még szép, hogy van. Nézd, ha Melbourne-be akarsz menni, rendben, de ne várd el, hogy velem tartsak. Melbourne-be mész? Ó, hát... Ez egy remek lehetőség, Terry, ritkaség. Törődjön a maga dolgával. Mégis mióta tudsz róla? Meg esélyt kapott, hogy értelmet nyerjen az élete. Értelmet? Szóval mellettem csak időpocsékolás volt, így értette? Terry, számára már nincs itt semmi. Magáj! Sajnálom, pajtás. Vidéki meleg vagyok. Meg kell védenem magam. Majd nem, persze. Felébe. Szerencsét, hogy nem jelentett fel. Én nyomhatnám fel, hiszen én sérültem meg. Nagyon sajnálom, hogy Celiának eljárt a szája. Hidd el, hogy szólni akartam. Mégis van beleszólásom. Nekem ez egy nagyszerű lehetőség. És mi lesz velünk? Csupán egy évre szólna. És hazalátogathatok. Te is meglátogathatsz. Én gyűlölöm a várost. Egyébként meg itt nagyszerű állása van mindkettőnknek. De szeretném érezni, hogy valóban elértem valamit. És úgy tűnik, már is döntöttél, igaz?
Nem, ha ez elszakít minket. És mi lesz egy év után? Visszajövök. És ha megszereted a munkádat, mi történik, ha más is hasonlót ajánl? Hm? Itt egy puska, ha meglátnánk egy kutyát. Unalmas lehet éjjel-nappal bárányt őrizni. Ez biztosan nem fog hiányozni. Még nem döntöttem el, hogy elmegyek-e. Biztosan mély benyomást keltettél. Ügyes voltál. Nincs jobb, mint egy kihívás. Bár mindenki így gondolná. Szília néni nem segít? Az érdekes lenne. Jó reggelt! Szia, hogy ment az őrködés? Láttunk valamit, de nem túl jól, így ott maradtunk. Egész éjjel? Igen. Hé! Gyerünk! Visszahozom! Ugyan már, a birtokon élte le az életét. Képtelen lenne itt hagyni. Mindnyájan változhatunk. Vannak későn megvalósuló álmok. Valóban esélyt kapott. Bolond, ha eldobja magától. De? De mihez kezdhetnénk nélküle? Ő a mi megünk. Hiányozna. Még nem döntött el. És ha el is megy, mindnyájunknak bíztatnunk kell. Tudom, szörnyen önző vagyok. Hé, ott van Roy! Jól van, próbáljuk bekeríteni. Nehogy kilőrni közelébe menjen. Menjünk! Ugye tudod, hogy ha Roy megvadult, többé nem lehet munkakutya. Nem tudom elképzelni, hogy Roy gyilkos lenne. Igen, és az sem, hogy meg elutazik. Ott van. Stevie! Örülök, hogy nem nekem kellett. Igen. Sajnálom, pajtás. Vagy te, vagy a birkák. Judy! Szervusztok, kis törpék! Roy! Apuka lettél. Csak a családját védelmezte. Szerintem inkább a területét védte. Hé, nem láttátok Roy-t? Ezt látnod kell. Milyen édesek. Hé, Roy, gyere ide, nagy fiú. Ők a te kölykeid? Tudtam, hogy nem vagy birkagyilkos. Persze, én eleve megmondtam. Ha megharapnád, Roy, csak nyugodtan. Gyerünk, dolgozzunk ki.